Köszöntöm Önöket, két témát ajánlok figyelmükbe. A Győri Nemzeti Színház idén is megrendezi drámaíró versenyét, a népszerű kortársas játékot harmadik alkalommal. A mini drámákat megtekinthetik november 18-án, este 7 órától a Nagy Színházban. Egy fotózáson is jártunk, Mostak Tamás és a Győri Nemzeti Színház egy igazi zenei kalandozásra invitálja Önöket, hogy remek hangulatban búcsúztassák el az idei évet december 30-án. Részletek a folytatásban, tartsanak velünk! A harmadik kortársas játék szerzői idén Szálinger Balázs, Posgai Zsolt és Zalán Tibor. Ők alig egy nap alatt írják majd meg színpadi műveiket, melyeket másnap 18 színész három csoportba osztva ad majd elő november 18-án este 7 órától itt a Nagy Színházban. A verseny a 17. Győri Könyvszalon programjai között kiemelt helyen szerepel, természetesen az eseményre jegyek már kaphatók. A folytatásban Forgáncs Péter igazgatóval, ötletgazdával beszélgetünk az idei újdonságokról. Valaki úgy is győ! Trúr János lép be! Meglehetősen lehangolt a képe. Az ilyenre mondják, hogy lógatja az orrát. Valami baja lehet, hogy ennyire le van lassulva, ki van tágulva az orrcimpája, néha nagyokat fújtat. Olyankor félő, hogy a takony elhatszik az orjukát. Hogy mégse azt talán a szerencsének, és annak köszönhető, hogy nincs eléggé megfázva hozzá. A kortársos játékon bemutatott műveket a meghívott szerzők alig egy nap alatt írják meg. Tavaly a második kortársas játékon Zalán Tibor drámája több kategóriában is nyert, még az elsőn Posgai Zsolt művét választotta a legjobbnak a zsűri. A közönségnek pedig Kis Csaba írása tetszett a legjobban, amit Kszel Attila rendezett. Az idei meghívott szerzők tehát Posgai Zsolt, Szálinger Balázs és Zalán Tibor, a témákat pedig a könyvszalon hivatalos megnyitóján ismerik majd meg. Mindenképpen az a jó benne, hogy nagyon szeretik, és éppen ezért újdonságokat is beleraktunk, bár nagyon újat nem lehet csinálni. Itt gyakorlatilag a személyek, amik újak, tehát van egy új írónk, Szálinger Balázs személyében, aki egy József Attila díjas 39 éves fiatal, nagyon nagy, fantasztikus író, költő, drámaíró, és akkor van egy rendező hölgy, aki most fogja rendezni nálunk a Pomádé királyt a Suli bérletben, aki egyébként érdekes számára ez, mert ő prózát még soha nem rendezett, csak zenés darabokat és zenés műveket és kint külföldön is. Ő Gábor Szilvi, aki azt mondta a megkeresésem, hogy hát én még nem csak vágjunk bele. Tehát neki ez egy debütálás lesz. És ami még újdonság, hogy nem öt színészes csapatok lesznek, hanem 3x6-os csapatok lesznek. Úgyhogy többen lesznek a színpadon, úgyhogy ezek az újdonságok, de gyakorlatilag a mindenféle tematikájában ugyanaz, ami eddig volt. A 18 színészt három csoportba osztva Gábor Szilvi, Háda János és Kszel Attila rendezi majd. Visszatér Zalán Tibor író és Posgai Zsolt is, aki már nagy rutinnal rendelkezik a versenyen. Az első kortársas játékon írása a Tengerre Magyar lett a legjobb dráma. Újabb ősbemutatóját így Győrött, Szabó Magda Abigéjét decemberben tűzi műsorára a teátrum. Az, hogy ismeri valaki a társulatot, persze ez nem hátrány, sőt előny, de én úgy gondolom, mivel sorsolás dönti el, hogy kik szerepelnek mondjuk melyik írónak a darabjában, vagy mely rendezésben. Ezért ilyen szempontból nem befolyásolja szerintem az írókat. Egyébként a Zsolt olyannyira házi szerző, hogy ő, mint mondottad, nem is az első, hanem a második ősbemutatót írja a színháznak, mert ugye a Nevető ember is egy ősbemutató volt, amit a regényből, Victor Hugo regényéből írt nekem, én felkérésemre, és ugye most amit ír, ez is egy ősbemutató, és gyönyörűen írta meg, amire most már nagyon, nagyon várom a kezdést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem baj, ha ismerik az írók a színházat, és hát Zsolt már nagyon ismeri, meg hát dolgozott is másokat, de én nem gondolom, hogy befolyásolja az írás minőségében. Miért növelted a színészek számát? Ugye 3x6 csoportba osztva 18 színész játszik majd november 18-án. Nagyon szeretnek benne lenni, és akartam, hogy még több ember jelentkezzen, és hát jelentkeztek is rá szépen, úgyhogy mindenkinek öröm, aki benne van. Valaki nem tudja ezt a dolgot, tehát egy ennyire improvizálni borzasztó nehéz, én pedig biztos, hogy nem vállalnám. Holott mondjuk az első drámaíró versenyeim már
részt vettem. Oktáció meg is nyertem a legjobb színésznöket. Mindegy. Igen, de nem. Szóval, valaki tudja, valaki nem. De nagyon szeretik csinálni, úgyhogy ezért is emeltem a létszámon. Nem tudom. Nem szeretnék vért a színpadon. Gondoljatok bele, ez a játék a 16. győri könyvszalon rendezvénye. A 18 név ott van előttem, akkor egy picit azért rendszerezem. Ne legyen egy oldalúan 6 lány, vagy 5. Tehát azért egy kicsit úgy elosztom ezeket a dolgokat, korban, kvalitásban, ebben. Tehát azért úgy csoportosítom én, és aztán legvégén viszont ezt a 3 csoportot oda sorsoljuk annak, aki kihúzza, mondjuk kihúzza a rendező a X csoportot, akkor ő azzal kell, hogy dolgozzon. A második kortásos játékon induló Zalán Tibor írásával több kategóriában is nyert. A zsűri és a közönség is a legjobbnak ítélte a Kitiltották a drónokat című drámáját, melyet Háda János rendezett. Az előadásban szereplő Bende Ildikó lett a legjobb színésznő, míg Sárközi József a legjobb színész. Tavaly újítás, hogy kiosztották a legjobb rendező díját is, melyet Bagó Bertalan vehetett át Pozsgai Zsolt írásának színpadra állításáért. Tudom, no! Akkor azt is tudod, hogy mit csináltunk? Már hogy ne tudnám? Na mi? Egyszer csak hazajön, azt mondja, tud mindent. Lelkemben forróság, lángban áll az ingyen. Édes is. Ez az első produkció, ez volt az első. Hagyományosan idén is a szakmai zsűri dönt a legjobb drámáról, míg a közönség a legjobb előadásról. A nézők a 3. előadás után színházjegyük megfelelő urnába dobásával szavazzák ezt meg. A 3-tagú zsűri, Forgács Péter igazgató, a kortársas játék ötletgazdája, Horváth Sándor domonkos, a Dr. Kovács Pál megyei könyvtár és közösségi tér igazgatója, illetve Kocsis Rozi, a Vastakas Báb Színház vezetője. Ők választják tehát ki a legjobb drámaírót, színészt, színésznőt, valamint a legjobb rendezőt. Nagy szeretettel várom a nézőket november 18-án este 7 órai kezdettel, remélhetőleg 3 nagyszerű darabot fognak látni, és annál is inkább várom szeretettel a nézőket, mert közönségdíjat is ki fogunk sorsolni, úgyhogy kérem a közreműködésüket. A folytatásban egy izgalmas zenei kalandozásról szólunk. Mindazok, akik szeretik a swing és a jazz világát, azoknak bizony itt a helyük december 30-án a Győri Nemzeti Színház Nagyszínházában. Ünnepeljenek együtt Vastag Tamással és a Győri Nemzeti Színházzal. Az előkészületek megkezdődtek, a fotózáson jártunk, a részletek kiderülnek a folytatásban. Tomi, úgy kéne állnod, hogy most nem dőlsz neki a zongorának, hanem állj két lábon. Csináljátok úgy, mint hogy most egy duettet énekel. Fehér Alexandra fotós instruálja Vastag Tamás színészt és a Győri Nemzeti Színház művészeit. Készülnek a kreatívok az évvégi nagy meglepetés swingestre. Mint ismeretes, Vastag Tamástól nem áll messze a zenei műfaj, nem csak gyermekkorának karácsonyait határozták meg Frank Sinatra dalai, de pályafutását is elkísérik az örökzöldek. Nagyon közel áll hozzám ez a műfaj. Azt gondolom, hogy olyan időben, tehát a történelem olyan korszakában születtek ezek a dalok, amikor a két világháború között, amikor tulajdonképpen a világban nem minden volt teljes mértékben rendben, de az emberek mégis valahogy megpróbáltak bele mosolyogni ebbe az adott világba. Úgyhogy ennek szellemében lesznek nagyon vicces dalok, és amikor nagyon jól fogjuk magunkat érezni, lesznek, amikor egy kicsit mélyebb érzéseket is megpróbálunk megpendíteni. Úgyhogy mindenkit várunk nagyon sok szeretettel. Vastag Tamás swingestje egy igazi összművészeti színházi produkciót ígér. A prózai részek összeállításában Forgács Péter igazgató segíti, a zenekar munkáját Csilló István zeneigazgató vezeti, míg a táncosokat Fekete Miklós koreográfus irányítja. Ez egy zenei utazás lesz, tehát aki beül, az egy szempontból egy színházi élményt is fog kapni egy nagy show-val, amiben nagyon sok táncos van, nagyon, nagyon sokféle hangszer és egy nagyon nagy zenei élmény, másrészt pedig a mind a nagy
csillogás és villogás mögött pedig egy emberi mély érzési utazás is lesz, az emberi lélek rejtelmeit próbáljuk majd együtt boncolgatni a közönséggel. A zenei kalandozásban Vastag Tamás partnerei, másik Lehel, Agócs Judit és Ungvári István színészek lesznek. Ungvári István, aki egy nagyon kedves barátom lett az elmúlt évek alatt, és nagyon sokat szoktunk filozofálni és beszélgetni, és ez a műfaj, ez tulajdonképpen egy ideális táptalaja ennek a beszélgetésnek a közönség felé megmutatására is. Agócs Judit a hölgypartner, aki ebben a darabban lesz, neki a hangja egy számomra nagyon érdekes, és nagyon, nagyon élvezhető a műfajban, nagyon, nagyon belesimuló hangi adottság. És másik Lehel, a harmadik partner, ővel is tulajdonképpen a Beatlesben is együtt játszom, illetve sokat szoktunk beszélgetni. És ez a műfaj, azt gondolom, hogy ebben még ebben a műfajban nem nagyon hallhatta a közönség. Én sem. viszont hogy elkezdődtek a próbák, úgy abszolút úgy érzem, hogy egy nagyon, nagyon jó hangi párost fogunk alkotni. Másik Lehel színész nem kell bemutatni a győri közönségnek, énekelte korábban már Jézust, de zongorázott és dalolt a Beatles.hu-ban is. Most egy másik oldaláról ismerjük meg őt. Abszolút közel áll hozzám tulajdonképpen. Nekünk is van Komárom egy kisebb zenekarunk, amivel játszunk is jazzt, meg hát a darabjainkba is beleírunk egy kis jazzt, egy kis swinget. Tulajdonképpen otthon érzem magam benne abszolút. Tehát nincs vele bajom, hát aztán majd a közönség megmondja, hogy megy ez nekem. Van-e kedvenc dalod esetleg Frank Sinatrától? Nincs. Én minden standardet szeretek. Beatles.hu-ban kezdtetek el Tomival együtt dolgozni? Igen, ott ismertük meg egymást, elég jóba lettünk. Gondolom ezért is ez a meghívás, megtisztel vele. Két dalt fogok énekelni, és a fináléba természetesen. A finálé sok meglepetést tartogat. A szilveszteri előadásban elhangzik Brecht koldus operájának egyik legnépszerűbb, Bicska Maxi dala is. Vastag Tamás ezt Ungvári Istvánnak szánta, aki örömmel fogadta, és bár a színészt a közönség az utóbbi években prózai darabokban láthatta, nem idegen tőle a zenés műfaj sem. Nagyon sok évvel ezelőtt énekeltem, nagyon sok mindenben, West Side Story-ban, a Veronai fiúkban, a Nyomorultakban, Szívem csücske volt, a Tenárgyé. Egyszer csak szóltak, hogy akkor volna ez a Swing című történet, ahol Vastag Tomi barátom ragaszkodott hozzám. Nagyon jól esett. Ami mellette szól még ennek a dolognak, hogy 1996-tól 2003-4-ig létezett a színészenekarunk, a Tehát Rum, tehát RUM felkiáltójel című zenekar, aminek én voltam az énekese több mint 7 éven át, és azért ott valami fajta rutinra szert tettem, de hát annak is már 14 éve, hogy megszűnt, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. De állítólag ez olyan, mint a biciklizés, nem igazán lehet elfelejteni. A múlt század egyik legismertebb angol nyelvű slángere, először Martin Scorsese New York című filmjében hangzott el, Liza Minnelli előadásában, utána talált rá a dal Frank Sinatrára, és szinte egybefort vele. Nos, ezzel az örökzölddel zárul majd Vastag Tamás és a Győri Nemzeti Színház izgalmas évvégi zenei kalandozása. A december 30-ai produkció a swing és a jazz világába kalauzolja a nézőt,
rengeteg történettel, showelemekkel, élőzenei kísérettel. Jegyet az előadásra már válthatnak. Mai műsorunkban szóltunk az évvégi swingestről, Vastag Tamással és a Győri Nemzeti Színházzal, de ne feledjék, hogy november 18-án a Teátrum ismét megrendezi drámaíró versenyét, a harmadik kortársas játékot. Váltsanak jegyet a szombat este kezdődő szórakoztató versengésre. Két hét múlva képes beszámolóval jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a gyopusz.hu-ról, adásainkat meghallgathatják a Gyopusz Rádióban, írásainkat olvashatják a Gyopusz Heti Lapban. Két hét múlva újra itt várom majd Önöket a Győri Nemzeti Színházban. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.